Sziasztok, én Bence vagyok, ez pedig itt a Weekly Fix, amiben szó lesz arról, hogy továbbra is bajban van a penge, ne úgy, mint a Deadpool és rozsomák, no meg, hogy Elon Musk kiakadt az alc és edózra. Lássuk is a híreket! Az ég kék, a fű zöld, a penge bajban van. 5 évvel ezelőtt jelentették be, hogy az MCU keretein belül készül új változat a Blade-ből, és Mahershala Ali fogja eljátszani az eredeti trilógiában Wesley Snipes által megformált vámpírvadászt. A film premierje jelenleg 2025 novemberére van kitűzve, de ez már egy többszörösen csúsztatott dátum, és valószínűleg ez sem lesz tartható, miután pár hete a sokadik forgatókönyvírót szerződtették, hogy rázza gatyába a sztorit. A héten pedig a második rendezőjét is elvesztette a képregény adaptáció. Ez a Marvel Studios bő másfél évtizedének talán legnehezebb szülése, már simán nevezhető produkció. Pokolnak, főleg, hogy tavaly az a hír járta, hogy a Holdfényért és zöld könyvért is Oscar díjat nyert, Ali is azt fontolgatja, visszamondja a szerepet. A színész egyelőre azonban kitart a penge mellett, de egy nyilvános megszólalásában már az ügyvédje sem tudott elmenni szó nélkül a húzavona mellett. Shelby Weiser a szórakoztatóipari jogászoknak szervezett beszélgetés során a Hollywood Reporternek tömörrendevelősen így fogalmazott. 2019-ben kötöttük a szerződést, és még mindig nincs leforgatva a film. Ennél nagyobb bőrületet nem tapasztaltam szakmai életem során. A legfrissebb hírek azaz, hogy Bassam Tariq után a Penge reboot második rendezője ilyen, de más is lelédzelt, nem kerülték el Wesley Snipes figyelmét sem, aki egyébként sosem rejtette véka alá, hogy szívesen visszatérne a szerepben, és a közelmúltban olyan pletykák is szányra keltek, hogy a Marvel Studios megkörnyékezte őt. A színész élcelődve így kommentálta a fejleményeket Twitteren. Penge? Atyagatya! Még mindig keresik a titkos összetevőt, ezek széllel szemben húgyoznak. Nem kicsit durva. Azt hitték fényben járónak lenni olyan egyszerű meló, nem igaz? Rengeteg kritika érte a játékosok részéről az Assassin's Creed Shadows-t, a legtöbben pedig amiatt akadtak ki, hogy az egyik irányítható karakter Yasuke lesz, a fekete szamuráj. Sokan úgy látják, hogy a Ubisoft ezzel csupán a diverzitást erőlteti, többek között Elon Musk is, aki nemrég maga is bírálta a Shadows-t egy rövid üzenetben. A DEI megöli a művészetet, írta a techmilliárdos egy posztra reagálva, ami azt fejtegette, hogy a Ubisoftnak el kellene halasztania, és teljesen át kellene alakítani a játékot a sok negatív visszajelzés miatt. A DEI egy mozaik szó, ami a diversity, equity, inclusion, vagyis a sokszínűség, esélyegyenlőség és inkluzivitás szavakat akarja. Az Assassin's Creed franchise alelnöke Mark Alexis Coté hirtelen felindulásból reagálni akart Musk megjegyzésére, de aztán visszafogta magát, később pedig a GameFi munkatársának mondta el, hogy mit gondol a Yasuke körüli felhajtásról. Az a tweet érzelmeket generált, majdnem vissza is regisztráltam az extra, amit korábban töröltem, csak hogy visszaválaszoljak. De aztán hátraléptem egyet. Van egy Mindfulness applikáció a telefonomon, szóval inkább megpróbáltam magamban megtalálni, miféle érzelmeket generált ez a tweet. Számomra szomorú, hogy Elon csak a gyűlöletet próbálja szítani. Rengeteg hárombetű szó jutott eszembe, amivel reagálhattam volna. Mesélte Coté. Aztán inkább úgy döntött, hogy egy olyan ember, mint Musk betámadása senkit sem győzött volna meg a fejlesztő csapat nézőpontjáról. Coté elmondta, hogy amikor elkezdték a kutató munkát a fejlesztés elején, folyamatosan szembe került velük Yasuke, aki ugyan egy létező történelmi alak volt, de nem sok mindent tudunk róla. Ő pedig pont egy ilyen rejtélyes alakot akart látni az Assassin's Creed-ben, és arra is utalt a szakember, hogy a játék legelején lesz egy jelenet, ami különösen hatásos, és kiderül belőle, hogy miért pont a fekete szamuráj lett a történet egyik hőse. Most pedig jöjjön néhány villámhír, no meg lássuk azt is, milyen újdonságokkal vár az IGN Shop. George Miller úgy tervezte, hogy a Furiosa után Tom Hardy megsze is kap egy előzményfilmet The Wasteland címmel, ami a harag útja előtt egy évvel játszódott volna. A színész nem hiszi, hogy ez a film meg fog valósulni, és ez nem is meglepő, miután a nyár egyik legnagyobb bukásaként a Furiosa világszinten kevesebbet hozott eddig, mint amennyibe került. A Paradox Interactive többszöri halasztás után végül törölte a The Sims kihívójának szánt Life by You című életszimulátort. A stúdió magyarázata szerint nem voltak elégedettek a játékkal, ezért tartották vissza a korai hozzáférésű változatot, és végül belátták, hogy túl sok időre lett volna szükség ahhoz, hogy a nekik tetsző verziót elkészítsék. Sőt, abban sem voltak biztosak, hogy egyáltalán képesek lettek volna a kívánt minőséget elérni vele. Beindult a review bombing a The Boys-al szemben, aminek negyedik évadának olvasói értékelése jelenleg 50% alatt áll a Rotten Tomatoes-on. A betámadásnak állítólag az az oka, hogy a sorozat egyenlőségjelet tesz a hazafi és a jobb oldal között, és egy sok konzervatív gondolkodású embernél kiverte a biztosítékot. Megelőzte a Baldur's Gate 3 számait és bekerült a Steam Top 10-es listájára egy nagyon egyszerű ingyenes játék, a Banana, ami mindössze annyiból áll, hogy egy banánnak a képére kell minél többször rákattintani. Ez pedig az egyik napon egyszerre több mint 917 000 felhasználó tette meg, ami elképesztő szám. A Banana sikere mögött természetesen némi pénzkereseti lehetőség áll, hiszen különleges banánokat lehet szerezni benne kattingatással, amelyeket aztán el lehet adni a Steam közösségi piacán, és van olyan gyümölcs, amiért akár 500 000 forintot kérnek. Olivia Cooke szerint a Sárkányok háza második évadában volt egy állati a szexjelenet, amit végül Ryan Condal a széria showrunnere kivágott a sorozatból.
túl mocskos volt. Cseppet sem volt szép, de cserében nagyon szórakoztató volt leforgatni. Azt hiszem Ryan azt mondta róla, hogy semmi újat nem tudunk meg belőle a karakterekről, amivel én nem teljesen értek egyet, de oké, végül is ez az ő sorozata. Nyilatkozta az Alicent Hightower-t megformáló színésznő. Az eredeti God of War atya David Jaffe szerint a Sonynak a Ubisoftot kellene felvásárolnia, hogy versenyben tudja maradni a Call of Duty-val támadó Xbox-szal. Mindezt az X-en jelezte a szakember, aki szerint a Ubisoft Forward előadáson bemutatott Assassin's Creed Shadows és Star Wars Outlaws is igen meggyőző volt. Hivatalosá vált, hogy a Yellowstone utolsó részei november 14-én startolnak el a Sky Showtime-on, és ezzel együtt véget is ér a széria. Szintén megerősítésre lehet, hogy Kevin Costner nem tér vissza a sorozathoz. A színész egyébként is nagyon csalódott a gyártó stúdióban azért, amiért nem álltak ki mellette, mikor a széria kapcsán rossz indulatú pletykácél keresztjébe került. Az IGN Shopra pedig érdemes felnézni, ugyanis újdonságként számos különleges finomságot rendelhettek tőlünk, az extrém savanyú uborkától az ehető sáskáig. Július végén fut be a mozikba a Deadpool és Rozsomák, és kevesen vitatják, hogy ez a nyári szezon legjobban várt filmje. Olyannyira nagyon várt, hogy az előrejelzések szerint a film 200 millió dollár felett nyit majd Észak-Amerikában. R kategóriás film még soha nem ért el ekkora számot az első hétvégén, tehát a Deadpool 3 történelmet írhat. A The Quorum nevű piacelemzéssel foglalkozó vállalat 6-7-es előrejelzése szerint akár 240 millió dollárt is produkálhat a Deadpool 3 az első hétvégén a tengeren túlon. Ez elég durva szám, főleg egy R kategóriás filmhez képest, mivel eddig egy ilyen besorolású alkotás sem volt képes nemhogy 200, de még 150 millió dollár fölé sem kerülni Amerikában a bemutató első 3 napjában. A 2016-os Deadpool tartja eddig a rekordot, a 132,4 millió dollárral kezdett a tengeren túlon. Ezt követi a Deadpool 2 125 millióval, az 123 millióval, a Joker 96 millióval és a Matrix újra töltve 92 millióval. Az elemzők szerint amúgy azért lehetséges ez a bravúr, mert sokan nincsenek is tisztában azzal, hogy ez lesz az első R kategóriás film az MCU-ban. No, majd jól meglepődnek a moziban. Sean Levy a film rendezője amúgy legközelebb Pókemberrel ereszteni összeszívesen a nagy szájú Zsoldost, és hát mi szívesen megnéznénk Tom Holland Peter Parkerét egy szabad szájú filmben. Ti nem? Írjátok meg a kommentek között! A gyermekek digitális jogaiért kampányoló Vicky Shadbolt beperelte a Steam mögött álló Valve-et, amit azzal vádol, hogy 14 millió brit PC játékossal fizetett többet a kelleténél, nem mellesleg durván kihasználja a domináns piaci helyzetét az Egyesült Királyságban. Ezért egy 656 millió angol font értékű pert indított a Steam üzemeltetője ellen, ami átszámolva több mint 300 milliárd magyar forintnak felel meg. A felperesek szerint azok a vállalatok, amik ekkora szereplőnek számítanak egy adott piacon, egészen egyszerűen nem húzhatnak le ennyi pénzt a vásárlókról a versenyellenes áraikkal. Emellett nem állíthatnak fel olyan kedvezőtlen feltételeket, amelyek elriasztatják az esetleges vetélytársakat, és a vád szerint a Valve pontosan ezt tette a PC-s játékok piacán, aminek az árát a brit fogyasztók fizették meg. Részletesebben vizsgálva, három főbb vádpontja van a pernek. Az egyik, hogy a Valve lépései megakadályozzák, hogy a fejlesztők olcsóbban kínálják játékaikat más platformokon. A második az, hogy a Steam üzemeltetője erőlteti, hogy a náluk vásárolt játékokhoz szintén itt kell megvenni a kiegészítő tartalmakat. Végezetül megemelkedtek egyes videójátékok árai, mert a Valve túl 30%-ot csippent le a vásárlások után. A Sony ellen amúgy már indítottak egy hasonló pert 2022-ben a PlayStation Store árazásai miatt. Ez pedig tavaly ősszel zöld utat kapott az Egyesült Királyságban, szóval benne van a pakliban, hogy a Steamre is kemény hónapok várnak. Ennyi volt a Weekly mára, köszönöm a figyelmeteket, de ha már itt vagytok a csatornánkon, akkor csekkoljátok az Elden Ring DLC-jének tesztjét, meg azt az összeállításunkat, amiben titkokat árulunk el a 30 éves az oroszlán királyról. A jövő héten is péntek délután 17 órakor jelentkezünk a Weekly-vel, addig is sziasztok!